A BRFK nem erősítette meg, hogy a korábban Soroksáron elfogott 5 embert összefüggésbe lehetne hozni a múlt szerdán futás közben megölt 36 éves nő meggyilkolásával. Az áldozat férje azt mondja, olyan, mintha a pokolban töltötte volna az elmúlt 5 napot, csak a 11 éves kisfia miatt tért vissza a fényre. Mind a család házánál, mind az attól másfél kilométerre lévő gyilkossági helyszínen mécsesek emlékeznek a brutálisan meggyilkolt fiatalasszonyra. Ezt a kóborkutyust Kriszta etette. Családja azt mondja, ez az állat is őt keresi. Ezt nem kívánom senkinek, hogy átélje ezt a borzalmat. És mint hogyha egy 4-5 napig a pokolban lett volna a lelkem, úgyhogy közben élek, és akkor megpróbálok visszajönni a fényre a kisfiam miatt. A 11 éves kisfiú édesanyja kutyakozmetikus volt, és egy biztosító társaságnál dolgozott. 3:48-kor elment itthonról, és nem érkezett meg a szokásos idő után. 4:10-kor fölhívtuk a kisfiam, már nem lehetett elérni. 3-4-szer futott ezen az úton ugyanabban az időpontban. Azután, hogy vacsorát csinált a családnak és ellátta az állatokat. Soha nem panaszkodott, hogy gyanús alakokat látott. Ha úgy érezte volna, hogy veszélyes a környék, nem ment volna el egyedül. A családja mintegy másfél óra után kezdett gyanakodni, hogy az édesanyával valami történhetett a futása során. Valószínűleg akkor már itt feküdt élettelenül, hiszen nem vette fel a telefonját. Azt, hogy ide az úttól mintegy 30 méterre hogy került a teste, erre csak sajtóhírek szolgálnak támpontul. Azt lehetett olvasni, hogy több elkövető hurcolta őt ide. Elmentek a soroksári rendőrös a segítségért. Ott azt a választ kapták, hogy 1 óra eltűnés után egy felnőttet nem kezdenek keresni. Azt javasolták, menjen végig a férje az útvonalon, és ha nem találna semmit, menjen vissza a rendőrkapitányságra. Segítséget kértünk, eljött velem 4 járőrautó. Évfélig kerestük reflektorokkal, kiabáltanak, és sajnos semmit nem találtunk. Akkor a rendőrök tanácsára visszamentem, az őrség írásbeli bejelentést tettem, kértem egy kutyás rendőrt, az hajnali 1-re megérkezett. Utána eljöttünk ide szagmintájára, és tulajdonképpen 20-30 perc alatt, amennyi idő alatt a kutya végigment a nyomvonalon, megtalált a szegényt. Az utolsó 30-50 méteren a kutya nagyon megindult, vélhetően ott kapta el a szagot. A helybeliek között elterjedt, hogy ebből a főút másik oldalán lévő házból vitték el 2 napja azt az 5 embert, akiket összefüggésbe hoznak az üggyel. A szomszéd ugyanakkor azt mondja, 1 hónapja nem lakik itt senki. A BRFK közleményében azt állítja, nem partner a találgatások megerősítésében. A soroksári ügy megoldására létrehozott nyomozócsoport ismeretlen tettest hajszol írják, és számít a felelősen gondolkodók a nyilvánosság erejét hitelesen használók támogatására a rendőrség. A helyszínen járőrkutyával vigyáznak a helybeliekre. Mindenki ledöbben, de szerintem valahol várható volt ez a tragédia. Ezen a környéken sokan futnak, pláne este, akkor érnek rá az emberek. Annyi a bűncselekmény az elmúlt években, hónapokban, itt már csak egy szikra kellett, hogy ez kipattanjon, mondja ez az asszony. Ez a rész, ez teljesen rettegésben van. Főleg most, ahogy történt ez a tragikus esemény, azóta nagyon ritkán bicikliznek is, meg a sétának többen jönnek együtt, egyedül senki nem, mert hát egy férfi létemre én is 6 óra után már nem merek jönni. Tibor 8 éve itt sétáltat, beszélő viszonyban volt Krisztával. Előtte egy héttel találkoztam vele, vasárnap délután futott, de nagyon aranyos, kedves, köszönt messziről már az ismerősöknek. Vasárnap emlékfutást szerveznek a meggyilkolt nőért.